Hát ha azt veszem, hogy egy jó, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtottunk egész évben, akkor elvárom azt, hogy ezen a meccsen is kiegyensúlyozottan jó teljesítményt nyújtsunk. Ha azt nyújtjuk, akkor meg tudjuk nyerni ezt a mérkőzést. És ez az alapszakasz a playoff előtt mindenképpen nekünk nagyon fontos, hogy a lehetőségünk megmaradjon az utolsó forduló előtt, hogy ne az utolsó négy csapat között végezzünk, ahhoz itt mindenképpen nyernünk kell, illetve nyilván a KSI ellen mindig egy kiemelt fontosságú számunkra a mérkőzés, hiszen UVS a KSI az utánpótlásban olyan, mint egy Újpest-Ferencváros volt régen. Ezt igazolja a hétvégi fantasztikus utánpótlási fi mérkőzés, ahol aztán végül 5 méteresekkel a KSI kerül ki győztesnek, tehát nekünk egy tulajdonképpen egy visszavágó is valahol a vasárnapi mérkőzés után, de mivel hogy ez két különböző korosztály, hiszen az egyik azért az ifi bajnokság, ez meg a felnőtt, nem kezelhetjük egyben. Úgyhogy magáért azért, mert ez az OB1-es utolsó előtti középszakasz fordul, ami nekünk fontos, azért szeretnénk nyerni. Szerintem igen. Valóban egy nagyon jó mérkőzés volt. Annyira változatos volt az eredmény, volt, hogy mi vezettünk 2 góllal, volt, hogy az ellenfél, a másik negyed 5-1 volt ide, a harmadik negyed 5-1 oda, tehát ebből látszik, hogy óriási hullámokon ment keresztül mind a két csapat. A nagy hibáink leginkább az a harmadik negyed végén, az a 3 lefordulás volt, rossz passzokból, buta ellövésekből lefordult minket az ellenfél, és egymás után 3 gólt lőtt, ami hát tulajdonképpen megpecsételte a mérkőzés sorsát. Hiába játszottunk sokszor nagyon jól a meccs folyamán, mégis ez a 3 kapott gól 2 perc alatt, ez nagyon sokat kivett az esélyünkből. Úgyhogy ilyeneket semmiképpen sem várok, hogy lefordulás gólokat fogunk kapni, ezeket meg kell akadályozni, mert a KSI ezekre a lefordulásokra építi a játékát, de ezt tudtuk előtte is, és mégis gólokat kaptunk belőle, úgyhogy ezeket el kell kerüljük. Azoknak a játékosoknak, jó játékosoknak, akik alapvető hibákat követtek el ezen a mérkőzéseken, ezeket nem követhetik el újra. És hát egy olyan elszántságot és akaratot akarok látni a csapaton, amit általában minden OB1-es meccs alatt látok. Egyszerű oka van, a minden OB1-es meccsen mi vagyunk a kihívók, akármennyire is jók vagyunk, sosem mi vagyunk az esélyesek, tehát mindig való az esélytelenség nyugalmával játsszuk ezeket a mérkőzéseket, és mivel nagyon fel vagyunk pörögve, nagyon hajtunk, ezért sokkal többet ki tudunk magunkból hozni, mint amire azt gondoljuk, hogy képesek vagyunk. Az ifi meccsen pedig, hát ez pont fordítva volt, én azt gondolom, hogy ennek a meccsnek mi nagyobb esélyesei voltunk. Egy olyan csapattal játszunk, aki OB1-ben ugyanúgy játszik, mint mi, de mégis azért nekünk 20 pontunk van, az ellenfelünknek pedig 3 volt eddig. Tehát a két csapat között a teljesítményben azért elég nagy különbség van, hogyha az éves teljesítményt nézzük, és hát mégis a KSI föl tudta magát szívni, és remek teljesítmény nyújtva le tudott minket győzni. Úgyhogy hát ez ugyanúgy előfordulhat az OB1-es mérkőzésen is, hogyha nem úgy állunk hozzá, és vannak ilyen mélypontjaink, mint ezen az ifi mérkőzésen.